szülők, hozzátartozók, barátok töltötték meg az egyetem Kodály dísztermét szombaton. Azokat a végzős hallgatókat jöttek el megünnepelni, akik sikeres záróvizsgájuknak köszönhetően most vehették át diplomájukat. A 208 állam vizsgázó közül ugyanakkor csak mintegy 130-an kaptak oklevelet, a többieknek a nyelvvizsgájuk megszerzéséig várniuk kell még erre. A legtöbb friss diplomás a gazdálkodás és menedzsment, a gépész és a közlekedés mérnök szakokról került ki. A világ kinyílik, és talán elsőre nagyobbnak is tűnik, mint amekkora. A végzős hallgatók nevében búcsúzott el ez a fiatal ember az egyetemtől. A diplomát szerzettek közül többen az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való sikeres részvételükért is elismerésben részesültek. Akik a házi versenyen jól szerepelnek, ők jogosultságot kapnak arra, hogy részt vegyenek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és ma azokat tüntettük ki oklevéllel, akik az országos konferencián értek el, vagy külön díjat, vagy valamilyen helyezést. Jelen pillanatban ők öten voltak ebben a tanévben, de ez mindig változik, hiszen azt tudni kell, hogy Országos Tudományos Diákköri Konferencia nem minden évben van, helyesebben tudományterülettől függ az, hogy melyik évben van megszervezve, így nagyon változó, hogy éppen hány diákunk szerepel, de az ötös számra azt gondolom büszkék lehetünk. Egyikük egy olyan témát választott, amelyen korábban még senki nem foglalkozott. Én a tánc személyiségeinek vizsgálatát kutattam, különös tekintettel a szorongásra. Ez egy elég hosszú és mély rétegű téma volt, mivel 4 éven keresztül foglalkoztam és kutattam a témavezetőmmel, és azt a hatását vizsgáltuk a táncnak, hogy mennyire is tudjuk a szorongást leküzdeni, milyen hatásokkal, milyen jótékony hatásokkal van a szervezetünkre. A felsőoktatási intézmény kampusza hétfőn újra benépesült, elkezdődött ugyanis a fél év szorgalmi időszaka. Új hallgatók ezúttal is vannak az egyetemen. Keresztfél éven egy alapszak, egy mesterképzési szak és egy szakirány továbbképzés, a szak indul most ettől a fél évtől. Ezek nem olyan nagy létszámok természetesen, mint a szeptemberi kezdések, hiszen mi erre vagyunk elsősorban, a szeptemberi kezdésekre vagyunk elsősorban rá állva, de azért igyekszünk keresztfél évben is olyan szakokat indítani, amire azt gondoljuk, hogy vannak jelentkezők. Jelenleg, ahogy említettem, 3 ilyen szakunk van, a gazdálkodás és menedzsment, a szociálpedagógia, a mesterképzés, illetve a légiközlekedési hajózó szakirányú továbbképzés. Azok pedig, akik ősztől lennének szívesen az intézmény hallgatói, február 15-ig, vagyis szombatig adhatják be jelentkezésüket a felvi.hu-n keresztül.